Ennek az egy nagyon kedves igeversnek is a fő témája a megtérés. Nekünk kötelességünk a megtérést hirdetni, a megtérés evangéliumát prédikálni, hívő emberek vagyunk, ehhez ragaszkodnunk kell, hogy a szószékről és mindenhonnan gyakran, akkor is, ha beleunnak az emberek, de ezt nekünk hirdetni kell, mert megtérés nélkül nem lesz üdvössége senkinek. Szükség néktek, olyannan születnetek, meg kell térni. Sok helyen olvasok ezt Isten igéjében, és ma délelőtt is, és nem csak ma délelőtt, mielőtt az Urasztalához járulnánk, hanem mindig ez egy aktuális, sürgős, fontos téma, a legsürgősebb, legfontosabb téma mindenki életében, az őszinte, igazi, Isten szerinti megtérés. Nekünk ezekben az utolsó időkben is egyre többet kell erről prédikálni, látván azt, hogy egyre kevesebben térnek meg. Lehet azért is van ez, mert nem prédikálunk eleget a megtérésről, az igazi megtérésről. A megtérés az ember számára egy igen keserű pirulának tűnik, de mint minden gyógyszernek, a megtérésnek is a célja az, hogy meggyógyítson minket a bűnbetegségéből. Vannak sokan, még az úgynevezett keresztény világban is, akik nem tartják fontosnak a megtérést, annak szükségességét, és olyan időket élünk, és olyan idők jönnek, amikor egyre kevesebben tartják ezt a dolgot fontosnak, vagy szükségesnek. De hogy mennyire szükséges és fontos, arról még az Úr Jézus Krisztus is prédikált nem keveset. Máté evangélium a 4. részében olvassuk, amikor mondja az ige, ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mennybe menetel előtt is az Úr Jézus Krisztus, amikor elbúcsúzik a tanítványoktól, akkor is mondja nekik az ő búcsú beszédében, és prédikáltatni kell az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának az evangéliumát. A megtérés az evangélium által érkezett hozzánk, áldott legyen ezért Isten. Az Úr Jézus Krisztus áldozatának csodálatos gyümölcse az, hogy megtérő bűnösök üdvözülhessenek. Nem úgy van, hogy nincs rá szükség. Ha a mennyországba akarunk jutni, akkor szükséges a megtérés, másként nem lehet oda jutni. Ezt az Úr Jézus is mondta. Lukás 13. részében olvassuk, amikor az Úr Jézus mondja, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlatosképpen elvesztek. Mi emberek a bűneink miatt hajótörést szenvedtünk. És mindannyian süllyedezünk a bűnöknek az óceánjába, a bűnök tengerébe. És tetszett Istennek, hogy utánunk dobjon egy mentő övet, mentő kötele. Hálásak lehetünk ezért Istennek. Azért tette ezt, hogy ne fulladjunk meg, hogy megtérve megszabaduljunk a kárhozattól. A megtérésről szeretnék szólni ma, mielőtt az Úrasztalához járulnánk. Egy fontos téma, sürgős téma, egy aktuális téma, mindig aktuális, soha divatját nem múlhatja ez a téma, egyikünk életében sem. Nem lehet ezt a témát kimeríteni sem, mégis egyszerűségénél fogva jól tesszük, hogyha magunkévá tesszük. Először bemutatjuk ennek az utánzatait, röviden, hamisítványait. Utána megnézzük az igazi, valódi Isten szerinti megtérést, az ő általa elfogadott megtérésnek, mik az igazi jellemzői a Biblia tanítása szerint. De először vegyük és tegyük ezt félre az útból, miközben ezt tárgyaljuk, hamisított, utánzott megtérés. Mert ilyen is van. Le tudja az ember utánozni, vagy az ördög célja az, hogy lemásolja ezt is az isteni ajándékot, amit nekünk ad, az igazi, őszinte bűnvallomást, megtérést, lehet utánozni, lehet hamisítani. És hadd mondjam azt is el szomorú szívvel, hogy elég sok ember azt gondolja magáról, hogy meg van térve, közben egy ilyen hamisított megtérésben vesztegel. Egy ilyen utánzott megtérésben vesztegel. Ami nem jó, amit észre kell vegyünk magukban, hogyha ilyen helyzetben, állapotban vagyunk. Soroljunk fel ezek közül egy párat. Biztos, hogy van több is, de egy párat hadd soroljunk fel. Az első. Természetes kedvesség, gyöngédség, alázatosság,
még nem megtér is. Vannak olyan emberek, akik természetükből kifolyólag gyöngédek, kedvesek, érzékenyek, alázatosak. Nem vagyunk egyféleképpen teremtve, alkotva. Belső tulajdonságaink is változnak. Vannak olyan emberek, akik kívülről úgy tűnnek a világban, hogy gyöngéd emberek, érzékeny emberek, kedves emberek, de ez még nem megtérés. Annyira gyöngédek lehetnek az emberek, hogy még sírni is tudnak, amikor valakit sajnálni kell. De ezek a könnyek még nem a megtérésnek a könnyei. Mert sokan sírhatnak afelett, amikor látják másoknak a nyomorúságát, de közben saját bűneik felett nem ejtenek soha egy könnyet sem. Vegyük ezt észre, vegyük ezt figyelembe. Tehát egy ilyen természetünkből adódó gyöngédség, érzékenység, alázatosság még nem megtérés. Akkor a másik, reménytelen bánkódás sem megtérés még. Vannak emberek, akik tudnak bánkódni, még bűneik felett is. De hadd mondjam el, hogy ez önmagában még nem megtérés. Csak azért, mert valaki bánkódik, néha-néha utolér egy ilyen fajta szomorúság, bánkódás, ez még nem megtérés önmagában. Ilyen volt Júdásnak a megtérése, ez az ember bánkódott bűnei felett, még be is vallotta, még vissza is adta azt, amit jogtalanul elvett, mégis elkávozott ez az ember. Ő a világ szerinti szomorúsággal szomorodott meg, ami halált nemzet. Vannak ilyenek is. Akkor van olyan, hogy kényszerített megtérés, ez sem megtérés, amikor az embernek a büntetés jobban fáj, mint maga a bűn. Ilyen volt Kainnak a megtérése, vagy a bánata. Nagyobb az én büntetésem, mint sem, hogy elviseljem. Kainnak jobban fájt a büntetés, mint az a bűn, amit elkövetett. A bűnök miatt nekünk embereknek sokkal jobban kell szomorkodni és bánkódni, mint a büntetés felett. Nem azért kell nekünk bánkódni, hogy milyen szörnyű hely a pokol, az is adhat okot a bánatra, hanem azért kell mi bánkódjunk, mert mi bűnöket követünk el. Vétkezünk egy szent Isten ellen. Ez kell, hogy átszúrja a mi szívünket. Emiatt kell nekünk bánkódni. Nem más miatt. A tékozló fiú is mikor mondja, vétkeztem az ég ellen és ellened. Nem azt mondja, hogy ahol már éhen haltam, ó, milyen nyomorúságban vagyok, ez fáj nekem, az éhség, a szegénység. Nem ez fájt neki, hanem az is úgy mondja ki, vétkeztem. És ezt kell az ember, hogy kimondja szívében, ajkaiban, ez kell őt megtérésre vezesse. Hát egy párat soroltam most csak fel, van a megtérésnek hamisítványa, utánzata, és hogyha ezt látjuk magunkban, akkor észre kell vegyük azt, hogy megtérésünk nem valódi. De ha észrevesszük, hogy a mi megtérésünk egy ilyen álmegtérés, hamisított megtérés, ezt még helyre lehet hozni Isten kegyelméből. Ő ad kegyelme, ad gyógyulást, még egy ilyen állapotból is, rendesen, igazából, valóban megtérni az élő Istenhez. Mint ahogy az emberi testben is, amikor egy törött csont rosszul forrik össze, akkor jön az orvos és azt mondja, hogy ezt még egyszer el kell törni. Rosszul forrt össze. És akkor veszi az orvos ezeket a csontokat, és helyesen összeilleszti a kettőt, hogy úgy forjanak össze, hogy legyen az erős, de össze kell törni, megint el kell törni, ami fájdalmas is lehet olykor. De a megtérésnél is ugyanez a helyzet. Ha észrevesszük, hogy a mi szívünk nem tört össze rendesen, igazán, kérjünk Istentől kegyelmet arra, hogy szívünk törjön össze még egyszer, úgy, hogy az kedves legyen Isten előtt. Na de nézzük meg a valódi megtérésnek az őszinte, Isten szerinti megtérésnek a jellemzőit. Két elengedhetetlen összetevője van az igazi Isten szerinti megtérésnek. Az egyik az alázat, a másik a változás. Megtéréskor Isten szentsége és a mi bűnös életünk arra késztet, hogy szívünk darabokra törjön. És hogy megalázzuk magunkat az Úr színe előtt.
Egy őszinte, igazi, valódi megtérésnek egyik jelenvonása az, hogy Isten jön, és az ő lelkével letöri az ember büszkeségét. Az, aki addig fennhéjazva járt, büszkén járt, büszke volt még valamire, Isten fogja azt az embert, és ez minden megtérésnél így van, letöri az ember büszkeségét, hogy meghajoljon Isten elő. Elfogadja Isten, mint teremtő Istennek, megváltó Istennek, és alázatban kezd járni az ember. De talán a leglényegesebb jellemvonása a megtérésnek az, hogy egy változást hoz az ember életében. Az ember teljesen megváltoztatja. Olvasok a római levélben is, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Az egész ember megváltozik a megtérés során, és ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni. Éppen úgy, amikor egy pohár tiszta vízbe beleöntünk bort, vagy akármilyen folyadékot, jön az, és megszínezi nem csak annak a víznek a felszínét egy kicsit, hanem behatol a víznek minden részébe, minden molekulájába, átszínezi az egész vizet, más ízt is ad az egész víznek. Na így van a megtérés is. Behatol az ember életének minden területére. És megváltozik az az ember. Nem csak egy kicsi része, hanem teljes egészében változást hoz az ember életében. Megváltoztatja egyszer az ember értelmét, értelmi ítélő képessége. Megváltozik az ember. Addig, ami fontos volt, nem lesz fontos. És ami kevésbé volt fontos, hirtelen fontossá válik. Így tapasztaltuk ezt mi is meg. Amit addig szeretett az ember, most már elkezdi utálni. És amivel addig nem foglalkozott az ember, nem volt fontos neki, nem szerette, azt most már kezdi szeretni. A Bibliát, az imádkozást, a gyülekezetet, az Isten iránti szolgálatot megkedveli az ember a megtérés által. Megváltoztatja a megtérés nem csak az ember ítélő képességét, értelmét, hanem az érzelmi világát is. Rosszul fogja az ember érezni magát ott, ahol eddig jól érezte magát. És jól fogja érezni az ember magát ott, ahol addig idegen volt, és rosszul érezte magát. Aminek addig örült és örvendezett, most sír felette. Milyen bátran nekilendült az ember a megtérés előtt a bűnnek. Volt bátorsága vétkezni, de most felváltotta ezt a bátorságot a félelem és a szégyen. Nem akar vétkezni az ember, érzi, hogy ez rossz. A lényeg az, hogy a megtérés megváltoztatja az ember teljes életét. Igaz, hogy a szívben kezdődik, de nem áll meg ott a megtérés, hanem tovább terjed, és kihat az ember egész életére, beszédére, magaviseletére. Egyeseknél lassabban, másoknál gyorsabban, de ez az igazi, őszinte megtérésnek a természete, jellemvonás, hogy nem marad csak ott a szívben, terjedni fog, és kiterjed az ember minden életére. És ez a teljes változás is két részből áll, ezt is hadd mondjuk el, röviden beszéljünk erről. Először is áll abból, hogy a megtérő ember azon lesz, ha őszinte, igazi, valódi megtérésben van része, hogy kezdi elhagyni teljesen, véglegesen, örökre, egyetemesen az ő bűneit. A bűnnek az elhagyása. Testvérek, nem beszélhetünk megtérésről ott, ahol az ember még ragaszkodik az ő bűneihez. El kell szakadjunk ezektől a bűnöktől. Meg kell szabaduljunk, ahogy Dániel mondta egyszer régen annak a királynak, emlékezzünk csak vissza, vétkeidtől, ó király, igazság által szabadulj! Vétkeidtől meg kell, hogy szabaduljon az ember. A bűn elhagyása egyszer egyetemes. Minden bűnt el kell hagyni. Megölhet minket nem csak egy betegség, ugyanúgy megölhet minket, mint több betegség. Egyetlen bűn is, amit nem hagyunk el, kárhoztatni tudja a mi életünket, a mi lelkünket. Ezért szabadulni kell minden egyes bűntől. Az igazi megtérő ember szabadulni fog minden bűnétől, titkos bűnöktől, megszokott bűneinktől is szabadulni kell. Veszi a kést a megtért ember, és át akarja szúrni az ő saját bűnös szívét. És le akarja taposni.
és nem akarja az ő életében látni. Ki akarja takarítani a saját szívét. Ez az, amit a Biblia úgy nevez a hívő emberek életében, hogy a bűn megöldökölése. De ez része a megtérésnek. Milyen szomorú, hogy olyan időket élünk, amikor nagyon sok keresztény azt sem tudja, hogy miről beszélünk most. Bűnnek a megöldökölése. Hát mi az? Ez az, amikor a megtért ember veszi a kést, és nem csak akkor egyszer, amikor megtért, hanem egész életében veszi és át akarja szúrni, meg akarja ölni, ki akarja végezni a bűnös szívét, bűnös hajlamait. A bűn elhagyása ugyanakkor nem csak egyetemes, hanem őszinte is kell, hogy legyen. Mindezt Isten iránti szeretetből. Nem azért, mert bárki is kényszerít engem erre. A lelkipásztor, vagy a bizottság, vagy a gyülekezet. Nem kényszerből. Ha mi kényszerből harcolunk a bűnök ellen, ott nagy baj van. Mi azért kell harcoljunk a bűnök ellen, mert szeretjük Isten. Hogy rajtunk könyörül. Adott egy új életet, adott örök reménységet. Minél jobban szeretjük Isten, annál jobban fogjuk utálni a bűnt, ami életünkben először. Ez kell minket oda kényszerítsen, hogy a bűnöket megöljük saját életünkben. Őszinte kell, hogy legyen, ugyanakkor végleges is. Örökre búcsút kell mondjon a megtért ember a bűnöknek. Ha te, kedves testvérem, barátom, vissza-vissza mész, és kezet fogsz a bűnökkel, és nem mondtál búcsút minden bűnnek, véglegesen és örökre, azt kell, hogy mondjuk, hogy a megtérés nem volt őszinte, nem volt valódi, nem volt igazi, te még játszadozol a bűnnel. Ezért, amikor megtérésről beszélünk, és most hangsúlyozom, Isten előtt elfogadott igazi őszinte megtérésnél, az ember búcsút kell vegyen minden bűnétől. Egyetemesen, örökre, véglegesen. Magamnak is mondom ezt, de mindannyiunknak mondjuk ezt. Így kell megtérni, soha többet vissza nem térni a bűnökhöz. Egy szövetséget kötni Istennel, és saját szívünkkel elhatározni, nincs közöm a bűnhöz, és hátat fordítani minden bűnnek. El kell hagyni a bűnt. De ez is csak egy része a megtérésnek. Nem elég csak a bűnöket elhagyni, hanem a Biblia arra is tanít minket, hogy a megtérés abból áll, hogy miután mi elhagyjuk, vagy miközben elhagyjuk a bűnöket, és hátat fordítunk a bűnöknek, mi az élő Istenhez kell forduljunk. És az élő Istenhez kell érkezzünk. Cselekedetek könyvében olvassuk a 20. részben. Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés által. Na ez van a megtérésben. Egyik része a bűnöktől való szabadulás, a bűnöktől való megválás, de a másik része, amikor megtér az ember, mi az élő Istenhez jövünk. Nem elég csak a bűnöktől elszaladni, elszaladunk, de hova? Az élő Istenhez. És onnantól el kell kezdődjön egy Isten iránti őszinte szolgálat. Mint ahogy a tékozló fiú is tette, nem volt elég csak otthagyni azt a régi bűnös életvitelt, a moslékos vájut, felkelt, és elindult vissza az atyai házhoz, hogy találkozzon az apjával. Na ez van a megtérésben. Otthagyni a bűnöket, felkelni, és elérkezni a mindenható Istenhez, édesatyánkhoz, szerető Istenünkhöz. Meg kell érkezni. Mint ahogy egy iránytű mindig észak felé mutat, úgy a valódi megtérés is Isten felé irányítja az ember szívét. Hát, hogyha ennyire szükséges a megtérés az üdvösséghez, és ez így van, akkor igyekezzünk, drága testvéreim, mondom én ezt magamnak, ha ennyire fontos a megtérés, az egész kereszténység lényege, szívverése, ha mi ezt nem prédikáljuk, nagy baj. De még nagyobb baj, ha mi nem gyakoroljuk. Ez még nagyobb baj. Ha mi ezt nem tesszük, el fogunk veszni. Ilyen komoly a dolog, és ilyen egyszerű a dolog. Ezért, drága testvéreim, mindannyian ezen a reggelén is Isten igéje által fel vagyunk kérve arra, hogy térjünk meg őszintén, igazán, valóban az élő Istenhez, minden bűntől. Kell ezt hirdetni természetesen minden úrvacsora előtt is, de mindig. Minden bűntől, büszkeségtől, haragtól, ingerlékenységtől, hitetlenségtől szabaduljunk. Mert megtérés nélkül nem lesz bűnbocsánat. Ez a kettő össze van kötve.
Nem fér össze Isten természetével. Jaj, de boldog az az ember, aki ezt megérti. Nem fog összeférni soha a Szent Isten természetével az, hogy ő megbocsásson egy olyan embernek, aki ragaszkodik valamilyen bűnhöz is. Hiába számítsz rá, kedves barátom, testvérem, nem lesz üdvösség, nem lesz szabadulás, nem lesz örök élet, ha mi ragaszkodunk valamilyen bűnhöz. Meg kell térni, minden bűnből meg kell térni, és azonnal meg kell térni, és sürgősen meg kell térni. Nem halaszthatom még holnapra sem a megtérést, azonnal meg kell térni. Ezért jöjjünk Istenhez, találkozzunk vele, bűnbánó szívvel, könnyekkel is, hogyha kell. De van a Bibliában, hála legyen az Úrnak, nagyon sok bátorítás a megtérésre. Ezek közül hadd mondjak egy párot. Fel vagyunk kérve mindig, nem csak most én általam. A Biblia lényeges üzenete. Ezért lett megírva ez a könyv. Emberek, térjünk meg az élő Istenhez, hogy segítség legyen a mi számunkra, bátorítás valódi megtérésre. Mondjak egy pár dolgot. Hát, ha segít valaki, akinek talán nehéz a megtérés. De mondjak egy pár igazságot a Bibliából, hogy könnyítsen minket a megtérés útján. Mi is a bűn, amihez mi annyira ragaszkodunk, gyarló emberek? Mi is igazából a bűn? Egy-két mondatban, gondolatban, hogy mérjük fel a mi eszünkkel, értelmünkkel, de főleg a mi szívünkkel, mi az, hogy bűn Isten elő. És ez segíthet a megtérésben. A bűn, mondjuk ki róla úgy, ahogy a Biblia is tanítja, a legátkozottabb dolog ezen a világon. A bűn. Átkozottabb a bűn, mint a pokol. Mert a pokol a bűn miatt létezik. Olyan a bűn, mint egy csúnya, fekete, sötét folt, egy hófehér, csodálatosan szép, fehér ruhán. A Biblia a bűnt a leprához hasonlítja. A bélpoklossághoz hasonlítja. Semmi nem tudja az ember életét úgy tönkretenni, mint a bűn. Semmi nem rántja le az ember dicsőségét úgy, mint a bűn. Egy írtózatos dolog, amit Isten utál. Ilyen a bűn. Ezért kell mi ebből szabaduljunk minél hamarabb, minél gyorsabban. Annyira átkozott, ha nem térünk meg belőle. Milyen méreg lehet egy kicsin bűnben? Figyeljük meg, egy kicsin bűnben, ha nem térünk meg belőle, ha nem jövünk az élő Istenhez, az Úr Jézus drága véréhez, hogy mossa lerólunk, egy kicsi bűn, ha nem térünk meg belőle, el tud minket károsztatni, a pokolra tud minket küldeni, ha ragaszkodunk hozzá. Ennyire mérges, ennyire átkozott a bűn. És akkor ragaszkodjunk még hozzá? A bűneinkhez ne tegyük. Azt mondta egyszer valaki, és ez az igében is benne van, de egy mondatban összefoglalta. A bűnnek az ördög az atya, a szégyen a barátja, és a halál a zsoldja. Ne mondjuk akkor, hogy milyen édes, ha ilyen halálosan végzetes kimenetele van. Mérges a bűn. Akkor a megtérés, hogy segítségünkre legyen ebben, hadd mondjam azt is el, hogy a megtérés nagyon kedves Isten előtt. Egyetlen áldozat, amit mi hozunk Istennek, sem lehet olyan értékes és drága, mint egy megtérő, töredelmes szív. Ezt még egyszer mondom. Hozhatunk mi Istennek akármilyen áldozatot. Minden vagyonunkat felemészthetjük és odaadhatjuk, az oltára tehetjük Istennek. Vagy járhatunk egész életünkben a legjobb jótékonysági szervezetben munkálkodhatunk, de semmi nem ér annyit Isten előtt, mint egy megtérő, töredelmes szív. Ezt már mondta Dávid is a Zsoltárok könyvében, ismerjük az ígét. Isten előtt kedves áldozatok, micsoda? A töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Szent Ágostonnak annyira tetszett ez az igevers, hogy ezt az igeverset kitette az ágya fölé. Hogy minden nap, amikor fel kell ez az ember, emlékezzen erre, hogy minden egyes nap legyen az ő szívébe vésve nekünk is, hogy ez a legjobb áldozat, legkedvesebb dolog, ez az, ami egy mosolyt gerjeszt Isten arcára, ez az, ami örömmel tölti be a mindenható Isten szívét, és még az angyalok is örvendeznek benne. Nincs ennél kedvesebb áldozat Isten elő. Mária is megtérő könnyekkel
borult az Úr Jézus lábaihoz, amikor megkente az Úr Jézus lábait a drága kenettel. Igaz? Hozta azt a drága kenetet az Úr Jézushoz, és azzal a drága kenettel kente be az Úr Jézus lábait, de közben sírt, és a könnyei is ott voltak. És milyen érdekes ez is. Ott az emberek előtt a legdrágább értéknek az a kenet tűnt. Mondták is. Micsoda ez a pocséklás, hát ilyen drága kenetet. De Isten, amikor letekintett, vagy az Úr Jézus, amikor ezt látta, tudjuk meg, és legyünk meggyőződve róla, hogy nem a kenet volt a legdrágább az Úr Jézusnak, hanem Máriának a könnyei. Máriának a könnyei ezerszer többet értek az Úr Jézusnak, mint az a drága kenet, amivel az Úr Jézus lábát kente. Ezért ez a megtérés könnyei. Egy nagyon kedves áldozat az élő Isten előtt, ha mi ezt elveszítettük, testvéreim. És beszélek én hívő emberekhez is. Ha mi elveszítettük ezt az évek hosszú során, mert el lehet veszíteni, el lehet ezt veszíteni, akkor nagy bajban vagyunk. A megtérés bűnbocsánatot eredményez. Ezt is ki kell mondjuk. És ez is segíthet a megtérésben. Megtérés a bűnöknek bocsánata együtt jár, össze vannak kötve. A bűnbocsánat a legnagyobb áldás, legdrágább ajándék, amit ember kaphat ezen a világon. És ezt is nekünk hirdetni kell rendszeresen, hogy a mi értékrendünket ne cserélje fel az ördög, semmi, se az ördög. Hajlamosak vagyunk az élet rohanásában. A prioritásokat az ördög mindig igyekszik kidobni a mi életünkből. Legyen ma reggel is egy olyan délelőtt, kedves testvéreim, amikor első helyre tesszük az életünkben a bűnöknek a bocsánatát. Drága testvérem, ha szegény vagy, nem tudod elmondani, hogy nincsen ez sem, nincsen az sem, de ha van bűnbocsánatod, a legdrágább ajándék a tied ezen a világon. Hát Dávid, minek örült a legjobban? Miért volt ő a leghálásabb? Azért, mert az emberek a fejére tettek egy színarany koronát, mint Izrael királyának, nem ezért adott hálát Istennek. Lehet ezt is mondhatta volna, egy ilyen korona az emberek előtt, soha senkinek a fején ilyen díszes, ilyen drága korona nem volt. Nem ezt mondja Dávid. Dávid azért ad hálát Istennek, hogy elengedte az ő bűneit, hogy megtisztította a bűnöktől. Ez volt Dávid előtt is a legdrágább, legkedvesebb. De lehet azt mondja valaki, az én bűneim túlsúlyosak. És ez mindig akadály sokaknál a megtérésben. Vannak, akik, ha nem is mondják ki, de szívükben érzik, az én bűneim olyan súlyosak, olyan feketék, olyan sötétek, félek, hogy a mindenható Isten nem tudja ezeket nekem megbocsátani. Ezeknek mit mondjuk? Azt, hogy Isten soha nem fogja az ő ígéretét megszegni. Hadd, mit mond az ige. Tér vissza, elpártolt Izrael, ezt mondja az Úr. És nem bocsátom rátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Ez egy ígéret. És hogyha valaki meg szeretne térni, de bűneinek sokassága, súlyossága nem engedi, írd a szívedbe ezt az ígéretet, kedves lélek. Azt mondja az igében Isten, nem gyönyörködik abban, hogy ő haragudjon, hanem az irgalmasságban gyönyörködik. És hogyha hozzájövünk, meg tud nekünk bocsátani. Ha bűneid olyan kemények lennének, mint a szikla, azt is Isten össze tudja törni, és el tudja vetni, és meg tudja bocsátani. Ézsajásnál ott az ige. No, gyertek, törvénykezünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlát pirosak lesznek, a bűneitek skarlát pirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Soha nem a bűnöknek a nagysága vagy súlyossága kárhoztat, hanem a megtéretlen szív, a hitetlen szív. Ez az, ami minket és minden embert, aki nem tér meg, a pokolra fog vinni. Nem a bűnöknek a nagysága, nem a bűnöknek a súlyossága, hanem a hitetlen szív, a megkeményedett szív. Ez fog minket kárhoztatni. Ó, kedves hallgatók, kedves barátaim, ha azt mondja a Biblia, ha elhagyod a bűneidet, és megtérsz így Isten szerinti megtéréssel, akkor neked Isten lesz a legjobb barátod. Ennél jobb hírt én nem fogok tudni mondani soha az egész életemben. A megtérő bűnösnek, hogy Isten legyen az embernek a legjobb barátja. És nem csak ez.
amikor Isten a legjobb barátjává válik az embernek. Minden, ami Istenben van, a tied lesz. Istennek az ereje a tied lesz, hogy segítsen neked, erőt adjon neked. Istennek a bölcsessége a tied lesz, hogy vezessen téged, vezéreljen téged, adjon bölcsességet ebben az életben. Istennek a lelke a tied lesz, hogy megszenteljen téged ebben az életben. Istennek az ígéretei mind a tied lesznek, hogy bátorítsanak téged, vigasztaljanak téged ebben az útban. És Istennek az angyalai és a tieid lesznek, hogy oltalmazzanak, védelmezzenek téged a te utadban. És Istennek az irgalmassága is a tied lesz, hogy megtartson téged, megszabadítson téged. Megtérés könnyei tehát édes könnyek. Nem szabad ettől félni. Az embernek a lelke, a szíve soha nincs úgy kinyitva, kivirágozva, kitágítva. Soha nem kap az ember lelke nagyobb felszabadulást és megelégedést és örömöt, mint amikor megtér. Mint amikor sír az Úr színe előtt. Megtérés könnyeivel. Ilyenkor, amikor az ember megtér, úgy őszintén a szívében, és a megtérés könnyeit árasztja, ilyenkor van a legközelebb az ember a mennyországhoz. Ilyenkor megkóstoljuk azt, ami a mennyország öröme. Lejön onnan a mennyből. Mint hogyha Isten megnyitná az egeket. És amikor megtérünk ő hozzá, olyankor a megtérésnek a könnyeivel Isten nekünk mondja és mutatja, na ilyen lesz a mennyország. Egy örökké valóságon keresztül. Az az öröm, az a felszabadulás, az a békesség, az a nyugalom, az a megelégedés. Nincs hozzá hasonló ezen a földön. Ezért a megtérés könnyei édes könnyek. Amikor Isten megbocsát, megtisztít, ez a mennyország örömét hozza le a lélek számára. A végén hadd tegyük hozzá még azt is, hogy a megtérés mindezekért, amit mondtunk, nem csak egy egyszeri megtapasztalás, mert azután is, miután megtérünk, sajnos sokszor néha bűnbe eshetünk, és esünk is. Nekünk hívő embereknek állandóan megtérő állapotba kell lenni. Soha nem szabad úgy gondolni és úgy gondolkodni, én már megtértem ezelőtt 20 évvel, 30 évvel. Nekem már nincs szükségem megtérésre. Én már ismerem a hívő élet fortéjait. Én már tudom, hogyan kell ezt csinálni, hogyan kell azt csinálni. De drága testvéreim, ha mi elveszítjük a megtérés könnyeit, megtérésünk után 30-40 évvel is nagyon rosszul járhatunk. Ezért ez egy bátorítás mindannyiunk felé, akik már meg vagyunk talán régebb óta térve. Ne féljünk a megtérés könnyeitől. Térjünk ezért meg Istenhez. Ezen a reggelen is őszintén mindannyian imádkozzunk azért. Istenem, adj nekem töredelmes, megtérő szívet. Ez volt Dávidnak a legfőbb vágya, de legyen a miénk is. Ha ezt elveszi Isten tőlünk, nekem is ez egy állandó vágyom, akarom, hogy legyen, míg dobog a szívem. Uram, a megtérő szívet, a töredelmes lelket, ne vedd el tőlem, vegyél el inkább bármi mást, de ezt ne vedd el, egy megtérő szívet. Egy töredelmes szívet, amikor össze tudok törni Isten előtt, bűneimért, bocsánatért esedezni, és emberek előtt is tudjak bocsánatot kérni, ha ezt elveszítem, a lényeget veszítettem el, a hívő élet szívverését veszítettem el. Ezért fel vagyunk kérve ma reggel, térjünk meg az Úr színe előtt, könnyekkel is, hogyha kell, és emberektől is kérjünk bocsánatot, hogyha kell. Mit tegyünk, hogy legyen egy ilyen töredelmes szívünk? Ha észrevesszük, hogy elveszítettük ezt a töredelmes szívet, mit tegyünk? Hát keressük Istent, kérjük Istentől, mert ez is tőle jövő ajándék. Árassza ki ránk a megtérés lelkületét, a bűnbánat lelkületét. Kérjük őt, hogy adja ezt a kegyelmet nekünk, és olvassa meg a mi szívünket, hogyha kell. Van egy Zsoltár, a 147. Zsoltárban 18. vers. Kibocsátja szavát, és szétolvasztja őket. Megindítja szelét, és vizek folydogálnak. Lehet, hogy épp a mi szívünkről beszél ez a Zsoltár. Megkeményedett szívünk. Kiárasztja szavát, és megolvasztja őket. Isten szavában van ilyen erő, van ilyen hatalom. Megolvasztani a mi szívünket, összetörni a mi szívünket. Az Úr adjon nekünk kegyelmet. Újból megtérni, és folyamatosan megtérni, és állandóan megtérni Istenhez, és imádkozni gyermekeinkért, családtagjainkért, községét, szomszédainkért,
adja Isten a megtérés kegyelmét. Erről szól az egész kereszténység, az egész mennyország, pokol, ez a lényeg. Meg kell térni. Ha nem térünk meg, mindnyájan, hasonlóképpen, mint a többi hitetlen ember, aki elveszett, mi is elveszünk. Ezért adjon az Úr nekünk megtérést. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Közösen fogunk énekelni egy éneket, és a közös ének alatt készülünk az Úr asztalára.